Sziasztok! Ha azt a szót halljátok, hogy kínai, mi jut először eszetekbe? Könnyen elképzelhető, hogy valami nem túl minőséges ruházati cikk, például egy cipő, ami rekordidőn belül szétesik. De vajon miért? Kína a világ egyik nagyhatalma, mely többek között a tömegtermeléséről híres. Könnyen kijelenthetjük, hogy manapság az otthonok 99%-ában van legalább egy olyan termék, amely Kínából származik. Ezek a termékek között léteznek minőséges, illetve kevésbé minőséges darabok is, melyek egy világmárkát igyekeznek lekoppintani. Így vehetünk például egy Dolce Banana parfümöt Dolce Gabbana helyett, vagy akár egy Numa edzőcipőt Puma helyett. Na de mi köze ennek a mai videóhoz? Csupán annyi, hogy pár gazdag kínai befektető úgy gondolta, hogy nem csak egy ruházati cikkeket gyártó céget lehet lemásolni, de akár egy egész várost is. Így született meg mai videónk főszereplője, a kínai Párizs. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Tian Ducheng, azaz a kínai Párizs az ország keleti részén Shanghaitól nem messze épült fel 2007-ben. A város megszólalásig hasonlít a francia fővárosra, még maga az Eiffel-torony is helyet kapott. A terv az volt, hogy a települést villámgyorsan benépesítik, körülbelül 100 000 lakossal, vagyis népessége nagyjából Székesfehérvárénak fog megfelelni. Ez kínai szinten nagyon kevésnek számít, annak ismeretében, hogy Peking városában több mint kétszer annyian laknak, mint egész Magyarországon. Ennek ellenére mégsem sikerült elérni a kitűzött célt, Tian Ducheng lakossága a megalakulását követő néhány évben alig érte el a 2000 főt. Így a kínai Párizs elnevezés helyett egyre többen emlegették csak a kínai szellemvárosként. Az igencsak elkeserítő számok ellenére a befektetők nem vesztették el hitüket, az idő pedig úgy tűnik őket igazolja. A város az elmúlt pár évben egyre népesebb lett, ma már körülbelül 30 000-en lakják, mely még mindig messze van a céltól, de kétségkívül jó irányba halad. Nem ez az első eset egyébként, hogy egy város benépesítése nem az elvárásoknak megfelelően alakul, ugyancsak Kínában található Kangbashi városa, mely 2003-ban épült és 1 000 000 ember befogadására alkalmas. A településen a kínai Párizshoz hasonlóan nagyjából 30 000 ember él, mely azonban egy ekkora méretű városhoz képest borzasztóan kevés. Kísérteties hangulat jellemzi a néptelen utcákat, parkokat és az érintetlen üzlethelyiségeket. Ha érdekesnek találjátok ezt a témát, és szeretnétek még videót különböző szellemvárosokról, akkor azt jelezzétek nekünk kommentben. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!